Szia, először is gratulálunk, te egy, ha nem tudnátok, ő a Bad Boys egyik tagja, hát milyen érzésekkel jöttél ki így a stúdióból? Hát, nagyon örültem, mint mindenki a csapatból, nagyon örültünk, és az még jobban fellobott, hogy elsőként jutottunk tovább, és már alig várjuk a következő adást, hogy újra színpadon legyünk. Mennyit készültetek erre a produkcióra? Hát minden nap 3-4 órát táncoltunk, és este. És mindig későn értünk haza, aztán már kicsit fáradtak voltunk, de hát meglett az eredménye. Nem megy ez a magánélet rovására? Hát de, az a baj, egyre kevesebbet találkozunk a barátnőmmel, de szabadidőmet mindig rászentelem. Ezek szerint neked van barátnő, tehát te már így kiestél a Pixisből. Igen. Hányan vannak még itt szólóban? Hát 8-an. 8-an? Az elég jó. 80%-a, igen. Ezek szerint így, aki idejön, annak így van esélye esetleg valami kis? Hát van, mert a fiúk keresik az igazi. Az igazit. Igen, az igazit keresik. És nagyon magányosak. És gyerünk lányok, gyerünk lányok. Nyilván, hogyha tovább jutok, akkor hétről hétre újat kell mutatni, és egy koreográfiát egy hét alatt összerakni, az nehéz. Készültök előre, vagy ezt így hogy oldjátok meg? Most igen, készültünk előre. Már nagyjából megvan már két produkciónk, csak fejbe még. Így amúgy mennyi idő, hogyha nincs ilyen feszített tempó összerakni egy ilyen koreográfiát? Hát igazából annyi idő alatt rakjuk össze, mint amennyi van. Ugye van egy hónapunk, egy hónap alatt rakjuk össze, de ugye egy hét, akkor egy hét alatt kell összeraknunk, és úgy sűrítjük össze. És akkor egy hónapnál mindig nagyon lazsálás van, meg lustaság, mindig késve jövünk, de össze tudjuk szedni magunkat, hogyha kell. Te honnan jöttél, vagy hogy kerültél Magyarországra? Hát én Vietnámból jöttem, hát 6 évesen jöttünk át ide anyukámmal, meg a húgommal, és azóta itt vagyok. Hát köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk. Én köszönöm. Peace now on.